egész héten dolgoztak a Magashegyen azért, hogy a hétvégi snowshow-n jó minőségű pályákat használjanak a síelők. Az időjárás ugyan nem kedvezett a rendezvénynek, de a kemény mínuszok sem tántorították el a sportkedvelőit, és bekapcsolódtak a Zemplén Kalandpark havas programjaiba. Most történt ez a 2009-től 2008-tól történő beruházás, amikor leburkolták az egyes sípályát műanyaggal, a kettes sípályának megtörtént a behavazása. Nem kapott elég nagy figyelmet, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen egész napos eseménnyel ez a legjobb alkalom arra, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy Észak-Kelet Magyarországon van egy ilyen nagyszerű hely, ahol szinte korlátlanok a lehetőségek. Nem kell Ausztriába menni, nem kell külföldre menni, hanem itt van a Zemplén Kalandpark. A magashegyi síkultúrának több évtizedes múltja van. A snowshow szépen illik azon sátoralja újhelyi versenyek, síesemények sorába, melyek egykoron a hegyen voltak. Nagyon sok verseny volt annak idején, nagyon sok rendezvény volt annak idején, ezért is nagyon örültünk, amikor a talpon sérők megkerestek bennünket, hogy van-e helyszínt az úgynevezett snowshowhoz. Én azt gondolom, hogy jó szívvel adtuk, és bár az időjárás nem igazán kedvez nekünk, de azért látszik, hogy egész szép számmal összegyűltek a versenyzők, az őket kísérők, vagy azok, akik csak egyszerűen síelni jöttek fel. A kezdők profiktól leshették el a sízés technikáját. Mi egy síoktatással, síoktatás módszertannak a fejlesztésével foglalkozó cég vagyunk. Síoktatókból állunk, a magyar síoktató válogatottnak a tagjai voltunk sokáig. Egyszerűen nagyon szeretünk síelni, és szeretnénk, ha mások is átvehetnék tőlünk. Ilyen formációs síeléseket fogunk csinálni. A bemutatót követően a bátrabbak Bodapárról, a helyi sízés egyik megalapozójáról elnevezett versenyen mutathatták meg tudásukat. És most már hatalmas tapsal a közönség jöjjön, és jön magam, akik figyelne bizony. Gyerekeim, az unokák is egész kicsi koruktól kezdve csinálják, és néha ilyen tudatidőben is, akkor nagyon utáltuk, de azért csináltuk. A verseny előfutói Bodapál unokái voltak, akikkel a nagypapa szerettette meg a sportot. Maradtunk szinte sielni, még járni, és akkor még nem volt felvonó, egészen mások voltak a körülmények. Akkor még sport volt a sí, mert gyalogolni kellett, felgyalogolni, és lecsúsztásnak a 2 perce, az nagyon izgalmas volt, de a taposás az jóval fárasztóbb, de azt gondolom ettől sport, és az, amit mi kaptunk nagyapánktól, az a küldetéstudat, az például az én esetemben a munkámmal is együtt jár, mert mai napig a sporttal foglalkozom, mi is oktatunk, sítáborokat szerveztünk, tehát próbáltuk továbbvinni, nem is olyan szinten a nagyapai öröksége. Az időjárási viszontagságok ellenére egy jó hangulatú rendezvényt tudhat maga mögött a Zemplén Kalandpark.